Hoztam egy képet, amikor indult a Duma Színház, így nézett ki a Godó kávézó. Ez itt Hatházi László azoknak, akik esetleg nem ismerték volna föl. 70 fő fért be ebbe a kis kávézóba, és lehet látni, hogy annyira nem dübörgött a dolog. Ki volt írva a gerendára, ami tartotta a kávézót, hogy a műsor címe kiadó. Ez a gerenda legendás, mert se Hajós András, se én nem fértünk be alá. Nagyon vigyázni kellett, hogyha mi léptünk föl, akkor gyakorlatilag azzal a mozdulattal le is ütöttük magunkat. Ez, hogy a műsor címe kiadó, ez üzlettársunk ötlete volt, hogy így szerezzünk szponzort, mivel mindig is saját tőkéből dolgozott ez a vállalkozás, és ez sokaknál félreértést okozott. Tehát azt gondolták, hogy ez a műsor címe, hogy voltatok a kiadóban, és láttátok a kiadót, és nem ez volt a műsor címe. Ennél egy kínosabb volt, amikor a Szomszédnéni produkciós iroda olyan címmel hirdetett előadást, hogy minden jegye elkelt, és senki nem vásárolt ezért jegyet, ami, lássuk be, eléggé logikus reakció erre a címadásra. Na most, itt a Godóban nagyon sok minden hiányzott. Nem volt közönségünk, nem voltak előadóink, sőt, nem volt a műfaj se, a stand-up comedy, amikor ezt elkezdtük. És nem számíthattunk a korábbi törzsközönségre semmivel, itt egy szolárium működött annak előtte. Így onnan lehetett tudni, hogy ki az, aki nem hozzánk jött, hogy barna volt, de szomorú. De manapság azért szerintem önök közül is mindenki hallott már a stand-up comedy-ről, mindenki hallott a fellépőinkről. Évente 350 ezer jegyet adunk el, több millióan néznek minket a tévében és a YouTube-on, mindenféle illegális és legális formátumban letöltve, föltöltve, így úgy amúgy. És azt a kérdést tettem föl én is magamnak, és ezt a kérdést szoktam feltenni a fellépőinknek is, hogy mik azok az értékek, amik ilyen népszerűvé, kedvelté, vagy talán mondhatjuk azt, hogy jóvá tették ezt a műfajt és képviselőit itt Magyarországon. És az első, amit talán nem is gondolnak bele, az az, hogy amikor elkezdtük ezt az egészet, tényleg nem volt senki, aki ezt a műfajt csinálta volna, és 3000 embert kellett ahhoz végignéznem nekem, hogy ebből, akiket ma látnak a színpadon, olyan 20, 30 vagy 40 ismertebb név összejön. Ez a 3000 ember, ez nagyon sok volt és fárasztó, sok fellépő után újra kellett olvastom Dostojevszkit, hogy egyáltalán még az emberi nemhez bármiféle viszonyom legyen. De volt olyan, aki felment a színpadra egy csirkével, ami megtojt, ám a csirkéről megfeledkezett. Tehát nem volt meg a dramaturgiai funkciója szerencsétlennek. Szóval nehéz volt ezt elindítani, de mára talán kikristályosodott egy kicsit az, és erről fogok most beszélni, hogy mik azok az értékek, amik fontosak. Ugye humorérzék, azért az lássuk be, eléggé egyértelmű dolog, hogy anélkül nem lehet stand-up comedy-t csinálni. És a humorérzékre az első kérdés az, mi is egyáltalán a humor, nem? Tehát, hogy hogyan lehet ezt definiálni. Szerencsére vannak tudósok, akik ezzel foglalkoznak, és a humorérzék definíciója, vagy legalábbis a humor definíciója a jó indulatú megsértés elméletében van leírva jelen pillanatban. Ennek a benign violation theory, esetleg akik angolul szeretnének ennek majd utána nézni. Igen. Tehát a jó indulatú megsértés elmélete, aminek az a lényege, hogy a humor tulajdonképpen egy olyan normasértés, amikor akinek a normáit megsértették, az látja az eredeti értelmezést is, és látja a másik értelmezést is, ráadásul ez a normasértés jó indulatúan történt. Na most, tehát ezt gondolom sokan nem értik, ezért is vagyok én itt, hogy ezt elmagyarázzam. A lényege ennek az, ami a csikizésnél is megjelenik. Ugye ott a csikizésnél, ugye mindenki nevet, ha-ha-ha, ugye meglettem csikizve. Na most ez egy valós fizikai erőszak azért, nem, amit egy ujjal hajtunk végre, de azért sejtjük, hogy ez egy jó indulatú normasértés, jó indulatúan kezdett el valaki minket egy ujjal csikizgetni, és ezen nevetünk. A másik példa,
a szóviccek, a legrosszabb móriczkás viccek. Például Móriczkának mondja az anyukája, Móriczka, menj le a boltba, hozzál hurkát, de ne véreset. De ne véreset? Kérdez vissza Móriczka. És ugye ezen önök is nevettek, vagy nagyon rossz vicc. És itt is van egy norma, amit tudunk, hogy mit jelent, hogy de ne véresed, de nevetünk azon, hogy valaki jóindulatúan ezt félrehallotta. Hogyha praktikusan nézzük, hogy mi a jó humorérzék titka, ezt Kőhalmi Zoli határozta meg talán a legjobban, aki azt mondta, hogy onnan lehet tudni, hogy valakinek a humorérzéke jó, hogy nem mond rossz poénokat. Ha nem is mond nagyon jókat folyamatosan, de azért rossz poénokat kerüli. És ez a válogatókon egyébként egy nagyon fontos támpont volt nekem, mert amikor egy ember a másik nyakára csavart egy vérnyomásmérőt és azt felfújta, akkor lehetett érezni, hogy itt a humorérzékkel van a fő probléma. A másik, ami nagyon fontos, az őszinteség. Amikor minket itt a színpadon látnak, az szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy mi nem vagyunk jobb emberek, mint önök. És talán ez a titkunk, hogy mi is hétköznapi emberek vagyunk, sokkal bénábbak, mint önök. Szokták kérdezni, hogy mennyi az igaz abból, amit elmesélsz, és én mindig szomorúan válaszolom, hogy 80%, de a 20% is csak enyhítés dramaturgiai okokból. Szóval, hogy nem vagyunk jobb emberek, csak talán egy kicsit jobban ismerjük magunkat, és jobban vagyunk hajlandóak kiteregetni magunkat önök előtt, vagy az önök számára. És hát ez volt az, ami az áttörést hozta, amikor mi a színpadra álltunk. A konferenciéknál, még a régi kabaré világban mindig volt egy ilyen 2 méteres távolság, egy vörös függöny, mintha egy újságírót hallgattunk volna, aki felolvassa a publicisztikáját. Ez azért mára teljesen megváltozott a színpadon. És nagyon fontos az, hogy megpróbáljuk az igazat mondani. Hogy Jordan Peterson fogalmazott, ugye, ha nem is mondjuk el az igazat, legalább arra ügyeljünk, hogy ne hazudjunk. Ugye egy ilyen eléggé minimális követelmény, ami más területeken nem biztos, hogy érvényesül. És mi talán ezt úgy ültettük át a gyakorlatban, hogyha nem is mondjuk el az igazat, legalább legyen hiteles. És ez nagyon fontos egyébként, mert azok a történetek, nevetünk rajtuk, amikben egy kamu nagybácsi, egy kamu keresztapú, egy kamu valakivel történnek hihetetlen dolgok, de az a tapasztalatom, hogy azok az igazán népszerű és kedvelt fellépők, akikről el tudjuk hinni, hogy ezek a dolgok megtörténtek vele. A függetlenség. Nem könnyű függetlennek maradni, és talán önök is egyetértenek azzal, hogy a Duma Színház mindig próbált valamennyire a politika és az egyéb nyomások hullámain, a hullámok tetején maradni, és nem ezek alá kerülni. Ahogy mondani szoktam, a Duma Színháznak, vagy a magyar stand-upnak nagyon kis részét teszi ki azért a politikai élcelődés, mégis ezek kapják sokszor a legnagyobb figyelmet, de azt szoktam mondani, hogy a jó politikai humornak a politika célja, és nem a politika az indítatása. Tehát mi nem azért mondunk valamiről valamit, mert politikailag elköteleződtünk valamilyen párt felé, ami eléggé nehéz lenne manapság Magyarországon, hanem azért, mert ez ugyanúgy, mint a gyerekem, mint az életem, mint a kocsim állapota, a hétköznapjaink tárgya, amiről beszélünk. És a függetlenségnél 3 függetlenséget különböztettünk meg, vagy 3 tényezőt, ami alapján függetlenek tudunk lenni. Ebből az első volt, amit már említettem, a politikai. A másik az anyagi függetlenség, ami mindig is fontos volt, hogy úgy fizessük meg a fellépőinket, és úgy tudjanak élni, hogyha indokolt, nemet tudjanak mondani egy fellépésre.
hogyha indokolt, tudjanak szabadságot kivenni, hogy feltöltődjenek, hogy egy ilyen kis piacon, ahol az amerikaihoz képest, ahol mondjuk valaki egy 40 éves karriert lehúz 45 perc anyaggal itt Magyarországon, évente kell majdnem egy új órát termelni ahhoz, hogy önök elé ki tudjanak állni. És ez az anyagi függetlenség teszi lehetővé, hogy tudjanak néha, ha kell, nemet is mondani. És a harmadik pedig a szellemi függetlenség, ami egy polgárt és egy humoristát ugyanúgy meghatároz, az pedig az, hogy legyünk tájékozottak. Amikor kiállunk önök elé és beszélünk valamiről, akkor legyünk olyanok, mint egy jó pedagógus, aki mindig kicsivel többet tud, mint optimális esetben sokkal, mint amennyi anyagot lead. A nyitottság. Ez számomra mindig a kulcsa volt annak, hogy miért tudunk hosszú távon is funkcionálni, miért szeretjük azt csinálni, amit csinálunk, és miért változott sokat a magyar humor. Ebben két egymástól szinte független tényező is közrejátszott, az egyik a rendszerváltás. A rendszerváltásig gyakorlatilag a 30-as, 40-es évek kabaréit reprodukáltuk egyre újabb szereplőkkel, de ugyanazok a helyzetek, ugyanaz a dramaturgiai hozzáállás, sokszor még a hanglejtés is ugyanaz volt. És a 30-as, 40-es években olyan emberek hozták létre ezt a humort, akik Hollywoodban írtak forgatókönyvet, bejárták a világot, és az ott megszerzett tudásukat hozták haza. Ehhez képest az azt követő 40 évben egy rettenetes, zárt buborék volt a magyar humor, amit volt élvezhető, mindenki saját ízlése szerint ítélje ezt meg, de ezután eljött az az időszak, amikor kinyílt a világ. Manapság az utóbbi években már személyesen is nagyon sok remek amerikai és brit humorista látogat Magyarországra, de azzal, hogy akik nálunk fellépnek, azoknak a nagy részének van nyelvtudása, valamennyire tájékozott a világban. Nagyon sok külföldi vendéget hívunk meg a Duma Színházhoz és különböző workshopokra. Innen a régióból is. Tehát tudjuk, hogy min nevet egy román, min nevet egy szerb, min nevet egy bosnyák, mik az ő problémáik, mivel nem tudnak ők megbirkózni. Mi egy tapasztalt amerikai humorista szerint a jó, ezek mind hiányoztak korábban, és ez most már megvan bennünk. A bátorság. Miért jó, ha egy humorista bátor? Egyrészt azért, mert mindig nagyjából ismeretlen emberek előtt kell kitárni az életét, ami azért jelentős eltökéltséget igényel az ember részéről. Másrésztről mindig új dolgokat kell mondani, legalábbis évente egyszer eljön az igazság pillanat, amikor 60 vagy 90 percnyi új anyagot el kell mondani, és ezt, hogyha az emberben nincsen valamiféle Dugovics Titus, aki nem létező történelmi személy, szerű elkötelezettség vagy vakmerőség, akkor nagyon nehéz ezt megvalósítani a színpadon. És a legérdekesebb az empátia. Hogy tudjuk, hogy mi érdekli a közönséget, mit éreznek ők, mit éreznek egy fellépés alatt, és el tudjuk képzelni, hogy mások hogy élnek, mások bőrébe tudjunk bújni mi humoristák. És ebből csak egy érdekes történet, hogy mennyire különbözőek vagyunk mi emberek, és mennyire különböző a kultúránk, és mennyire humoros szituációkhoz vezethet ez. Montreux-ben voltam egy humorfesztiválon, ahol először meghívtak nigériai stand-uposokat is, akiknek hát ez egy csoda volt, hogy eljutottak Svájcba, és egy nagyon előkelő étteremben volt vacsora. És Nigériában az a szokás, hogy aki meghív és kenyérrel kínál, az a legnagyobb megtiszteltetés, amiben téged részesíthet, nem utasíthatod vissza, hanem eszed a kenyeret, mintha nem lenne holnap. A svájci előkelő éttermekben pedig az van, hogy hoznak egy kosár kenyeret, és ha elfogy, újra hoznak. Na most a két kultúra találkozásából egy rettenetes kenyér zabálás jött ki, ugyanis a nigériaiak azt hitték, hogy a svájciak ismerik az ő kultúrájukat, svájciak pedig azt gondolták, hogy a nigériaiak éhesek, tehát hoztak újabb és újabb kenyereket, és a levesig elfogyott 6 kosár kenyér. Senki nem hitte el, hogy ilyen megtörténik, akkor derült ki ez a kulturális különbözőség, amikor a csoki fondűt is ezzel tunkolták.
És azért fontos, hogy nyitottak legyünk ilyen kérdésekre is, mert a humor az eléggé veszélyes terület. A politikai korrektség az egyik veszély, ami leselkedik ránk mindig. John Cleese mondta egy angol pszichiáterre hivatkozva, hogy akik nem tudnak uralkodni a saját érzelmeiken, azok mások viselkedésén szeretnének uralkodni. Hogy tulajdonképpen ez a politikai korrektség, ami kicsit szerintem azért igazságtalan, hogyha nekem kéne egy szabályt meghatározni, hogy mi az az empátia, vagy mi az a politikai korrektség, ami szerint nekünk élni és működni kell, mint humoristának, én azt mondanám, hogy a gyengéket ne bántsuk, és védjük a józan ész uralmát. Tehát ez a kettő, és a kettő összeütközésbe került, tehát, hogy egy gyenge az hülyeségeket mond, akkor a józan ész mellett tegyük le a garast. Na most mondok két példát, hogy értsük gyakorlatban is, hogy mikkel kell nekünk szembenéznünk rettenetes kihívásokkal. Csenki Attila például egyik Sóder Klub adásban azzal viccelt, hogy egy híradóban lement szó szerint a következő nyilatkozat, a kerekes székes kosárlabda válogatott kapcsán, hogy nagyon nagy a probléma, ugyanúgy, mint más sportágakban, hogy nincs elég utánpótlás. Na most azért önök is érzik, hogy ez nem a legszerencsésebb megfogalmazása volt ennek a gondnak, már ha ez gond, és Csenki Attila ugyanennek adott hangot, hogy hát ez azért eléggé furcsa, ennek inkább örülni kellene, hogy nincsen utánpótlás. Ő sem megy ki a garázs elé és üti el a 12 éves lányát csak azért, hogy egy jó kerekes, székes, kosárlabdázó válhassék belőle. És erre óriási sértődés, az összes RTL-es fórumon bepanaszolták Attilát, és itt azért érezzük, hogy ezen a teszten, ott a józanész teszten azért ez elég erősen elvérzett volna. Máskor pedig az emberek sokszor olyasmi ellen állnak ki, vagy olyasmi ellen foglalnak állást, ami később valósnak bizonyul. Hadházi Lacival dolgoztunk egy kereskedelmi rádióban, és amikor meghalt a pápa, akkor már elkezdődött ez a nagyon fura haszonszerző kampányolás, és azt mondtuk, hogy mi lehet a 5 legrosszabb dolog, ami a pápa halála után történhet, és volt egy ilyen, hogy megjelenik a pápa beszédeiből egy best of, egy ilyen urbi et orbi best of, és ezért kirúgtak minket. Hadházi László után engem 3 hónappal, mert megfeledkeztek róla, hogy ott dolgozom, úgyhogy ennyi szerencse volt a szerencsétlenségben. De ezen 3 hónap végén elmentem egy hipermarketbe, ahol a polcon ott volt II. János Pál best of urbi et orbi beszédei. És ekkor kicsit jogtalannak éreztem, hogy ez történt velem, de ugyanakkor a becsmérlő humor az szerintem semmilyen formában nem elfogadható, azért, mert károkat okoz. Nagyon jó szociálpszichológiai kutatások vannak, amik ezt igazolják. Úgy működik az ember agya, hogyha humoros dolgokat mondanak neki, akkor egy úgynevezett humoros gondolkodásmód aktiválódik, ami az összes gátat, normát, ami korábban még így a társadalomban bentartotta, egy kicsit zárójelbe teszi. És amikor rasszista poénokat mondunk, amikor szőkenős poénokat mondunk, akik ebben amúgy is hisznek, azokban ezek az érzések csak felerősödnek. Ahogy, hát ha Jézust egy kicsit átírva azt tudom mondani ez alapján, hogy ahogy nem szeretnéd, hogy veled vicceljenek, úgy ne viccelj másokkal sem. És végül ugye összefoglaltam, hogy mikről is volt itt szó, ugye a humorérzék, őszinteség, függetlenség, nyitottság, bátorság, empátia, amitől talán jó stand-upos lesz a stand-upos, és ami miatt talán önök majd jövőben is szeretni fognak bennünket, de azt se felejtsék el, hogy emberként ez a 6 érték ugyanolyan hasznos, fontos és remek dolog lehet. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.